Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója január 10-én hétfőn. Nézzük a legfontosabbakat. Autók a kukák között. A lakosok szerint évek óta visszatérő probléma, hogy a Királyi Pál utca kimarad a hóeltakarításból. Vendéglátás 2021. Az év végét pozitívan értékelték az étteremvezetők, de a forgalom így is jelentősen elmarad a Covid előtti időszaktól. Aréna. Forgalomszervezési hibák tapasztalhatók a létesítménynél a szakember szerint. És most jöjjenek a részletek. Három autó csúszott be. Ma reggel a szelektív hulladékgyűjtő edények közé negyed órán belül a Királyi Pál utcában. Egy nézőnk jelezte szerkesztőségünknek a szerinte már évek óta tapasztalható problémát, hogy más utcákkal ellentétben az érintett szakaszról az illetékes szervek nem takarítják el időben a havat. Délelőtt 7:30 és 8 óra között készítette a képeket egy Királyi Pál utcában élő lakos, amikor iskolába vitte a gyerekét. Ahogy a fotókon is látszik, hosszú sorban várakoztak az autósok, hogy tovább tudjanak haladni. Híradónk értesülése alapján a türelmetlen sofőrök közül többen szabálytalanul próbáltak kikeveredni a torlódásból. A problémát elsősorban a jeges, csúszós aszfalt okozta. Az ott élők azért vannak felháborodva, mert ez szerintük minden évben visszatérő helyzet. Végül a rendőrség szakember lezárták két oldalról a szakaszt, a Netta Pannónia munkatársai pedig lesózták az utat. Számos forgalomszervezési hiba nehezíti a közlekedést a Kanizsa Aréna területén a megkérdezett autós oktató szerint. Több helyi lakos megkereste stábunkat a problémával, hogy a kihelyezett új kereszttáblák némelyike értelmezhetetlen. Furdan János megerősítette, a jelzések valóban ellentmondásosak egymással, mindemellett a sofőrök még mindig a korábbi szabályok alapján haladnak az érintett szakaszon. Azért általában szokták tudni, hogy itt el kell engedni a védett úton érkezőket. Fordított szokott gond lenni, hogy honnan jön itt az úriember is látni, hogy nem is lassított, nem is indexel, ő se, csak jön tovább. Ugye megszokásból vezetnek az emberek. A Kanizsa Aréna megépülése óta a forgalmi rendváltozások történtek a Hevesi utcai körforgalmat, a keleti városrésszel összekötő vonalon. Ez viszont sokak számára nem világos, Furdán János autós oktató szerint. A kanyarodó védett utastáblát például rendre figyelmen kívül hagyják a járművezetők. Ha Hevesi úti körforgalom felől érkezünk és megyünk a keleti városrész irányába, akkor itt az Aréna mögötti utcakaszon először is kiraktak egy kanyarodó védett ut táblát. Amennyiben ugye a védett utat követem, akkor jobbra el kellene jönnöm ide a stadion mögé. Nem tudom, ennek mi értelme volt, ugyanis aki nem helyi, az itt konkrétan tesz egy kört, oda kiukad a stadion elé, ami víz vissza a Hevesi útra, ott viszont van kéne egy ebből az irányból behajtani tilos, tehát meg kéne fordulni, aztán menni visszafelé, tehát azt nem értem, hogy miért kellett ide kirakni. A keleti városrész felé indulva az autósok jobbról egy behajtani tilos, illetve egy kötelező haladási irány balra táblával szembesülnek. Ugyanakkor közelebb érve ott van egy lakópihenő övezet figyelmeztetés is. Az oktató szerint ez balesetveszélyes helyzetet is okozhat. Ha ide jön egy nem helyi lakos, az ott meg fog zavarodni, ugye, mert nem tudja, hogy merre is kéne menni. Ha betartja a szabályt, akkor ugye a lakópihenővezetbe nem mehet be, jobbra nyilván nem mehet be a behajtani tilosba, úgyhogy ott valahogy meg kellene fordulni. Csak hogy ott meg akar fordulni, nehogy Isten, az elég balesetveszélyes, honnan a keleti városrész felől jön valaki, kanyarodik jobbra lendületből, és mondjuk ott Y megfordul egy másik autó például. Furdán János elmondta, ő és több kollégája is jelezte a problémát az illetékesek felé, de egyelőre nem érkezett megoldási javaslat az ügyben. Mi is megkerestük a kanizsai rendőrkapitányságot, és azt a választ kaptuk, hogy várhatók még változások az arénánál érvényes közlekedési szabályokban. Január 31-ig érvényesek a tavalyi parkolási bérletek. Kismértékű áremelést tervezett 2022-re a Via Kanizsa ZRT, ugyanakkor a veszélyhelyzet idején erre nincs lehetőség. Így a teljes áru éves típus idén is 44.450 forintba kerül. Az idei bérleteket a Via Kanizsa központi irodájában lehet megvásárolni, Zrínyi utcában. Az elmúlt évek statisztikái szerint leginkább az övezeten belüli bérlettípust váltják ki az autósok, ez 5080 forintba kerül. A zöldrend számos, környezetkímélő gépkocsikkal továbbra is ingyen lehet parkolni a városban. A bérletárak 2017 óta nem változtak Nagykanizsán. Kismértékű áremelést terveztünk, és ezt valószínűleg a veszélyhelyzet elmúltával szeretnénk meglépni, ugyanis 2017 évi árakon dolgozunk, tehát
2017-ben hagyták jóvá azt a 200 forintos óradíjat, ami most a kanizsai parkolókban működik. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Vendéglátás 2021. Az év végét pozitívan értékelték az étteremvezetők, de a forgalom így is jelentősen elmarad a Covid előtti időszaktól. Negyedik győzelem. Az atomerőmű második csapatát múlta felül a vadmacskák. Köszöntötték az új évet Nagyrécsén, a térség településeinek vezetői szombaton találkoztak az Inkei kastély dísztermében. A programon Nagykanizsa város vegyeskara is fellépett. Sok munkával telt a 2021-es esztendő Nagyrécse polgármestere szerint, hiszen a pandémiás év ellenére számos előrelépés történt a településen. Laskai Béla elmondta, egy nyertes projekt részeként idén azt tervezik, hogy a kastély épületét kívülről is felújítják. Felemás évünk volt ugye a pandémia miatt, de megújult az orvosi rendelőnk, tervezési pályázatot megnyertünk, tehát amivel biztosítani tudjuk a későbbiek folyamán a különböző beruházásoknak a dokumentumait, és hát előttünk álló feladatokra készültünk fel, utak feljavítása, az önkormányzati épület, önkormányzati bérlakásoknak a felújítása, tehát ezek most az elsődleges feladatok, és itt van már megnyert pályázatként a kastély külseje, tehát jövő ilyenkor már teljesen felújított kastélyban fogunk ünnepelni remélhetőleg. Az évkezdő rendezvényen részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is. A politikus kiemelte, az országban nem csak a gazdaságban jobb a helyzet, de az emberek életminősége is jelentősen javult az elmúlt időszakban. A legutóbbi adatok alapján 4,6 millió ember dolgozik ma Magyarországon, akik mindannyian személyi jövedelmet, de lényegesen kisebb mértékű személyi jövedelmet fizetnek, mint 2010-ben fizettek. Tehát lényegesen megnőtt a foglalkoztatás. Ha az átlagbért nézzük, a minimálbérről, a szakmai minimálbérről nem is kell beszélni, mert az nagyon-nagyon nagy mértékben megemelkedett, de ha az átlagbér emelkedését nézzük, akkor 2010-ben 200 ezer forint körül volt az átlagbér Magyarországon, ma ez körülbelül 430 ezer forint, tehát több mint duplájára emelkedett. A nagyrécsei vezetés idei tervei között továbbá az is szerepel, hogy a helyi iskolát korszerűsítsék, illetve a felújításra szoruló külterületi utakat is mielőbb járhatóvá tegyék. Vegyes érzésekkel zárták 2021-et a megkérdezett nagykanizsai vendéglátóhelyvezetők. Az év eleje nehezen indult a lezárások miatt, és a pandémia hatása a látogatói kör alapos kicserélődését is eredményezte. A korlátozások enyhítése után azonban fellendült a szektor, ugyanakkor a helyi tapasztalatok szerint még mindig jelentősen elmarad a forgalom a koronavírus előtti évekhez képest. Ebben a belvárosi étteremben az évelei gyenge kezdést követően jónak mondható esztendőt zártak. A nyáron érkező turistáknak és az azt követő megnövekedett forgalomnak köszönhetően egészen évvégéig voltak kisebb események, amikre szép számmal érkeztek a vendégek. Tudtuk meg Kis József üzletvezetőtől. Felemás évet zártunk, az éveleje gyengében indult, aztán a tavasszal, nyár elején megindult kicsit a forgalmunk, rendezvényeket tudtunk csinálni, amik eddig ettől el voltunk korlátozva. Turisták érkeztek városunkba, amiből szintén sikerült valamiből forgalmat csinálnunk. Az évvége egész jónak tűnt. Egy másik, szintén Kanizsa központjában található helyen jól reagáltak a pandémia miatt kialakult helyzetre, hiszen a kiszállítással új vendégekre tettek szert. Gyurica Gábor Oszkár tulajdonos szerint ez adott remény számukra további nyitvatartáshoz. Előző évben, amikor Covid volt, csak és csak kiszállítással dolgoztunk, akkor előtte pár héttel kezdtük mi el a kiszállítást, és viszonylag sikerült felépíteni egész jól ezt a kiszállításos történetet, aztán
Én azt gondolom, hogy reményt adtak ők arra, hogy na majd, amikor kinyithatunk, akkor jönnek, és egyébként jöttek, és most már azért tényleg azt mondom, hogy van egy ilyen kis mag, akik úgy szeretnek bennünket, megszokták a kajáinkat, megszokták a lányokat, szeretik őket. Pálffy Balázs egy kultúrkocsmát üzemeltet. A 2021-es leállás alatt felújította a helyet, és további bővítést is tervez. Az üzletvezető elmondta, szerencsés helyzetben érzi magát, hiszen a terasznak köszönhetően fogadhatta a vendégeit. A vendégek megmaradtak, sőt, nagyon sokan voltak igazából. Terasz az nagyon-nagyon-nagyon hálás nekem, tehát azért az nagyon fontos itt a belvárosban, kicsit elszeparálva, mindenki jól tudja magát érezni egy szép környezetben aránylag. Tényleg ez nagyon jó. Sok koncertet szerveztünk, vendégek megmaradtak, sőt úgy érzem, kicsit többen lettünk, sőt a korosztály is kicsit változott, tehát a 18-tól igazából a 60-65 évesekig is mindenki jó érzi magát. A megkérdezett vendéglátóhelyeken egybehangzóan azt mondták, hogy jelentősen elmarad a forgalom a 2019 előtti évekhez képest, de abban bíznak, hogy nem kell újra bezárniuk. Minden nehézség ellenére pozitívan értékeli a 2021-es esztendőt Szabó Tamás, Galambok polgármestere. Az 1350 fős zalai településnek több nyertes pályázata volt, amiből utak és intézmények újultak meg. A 2019-ben átadott piactéren pedig kulturális és hagyományőrző rendezvényeket is megvalósítottak. A koronavírus járvány árnyékában telt a 2021-es év Galambokon is, de ennek ellenére elkészült minden, amit terveztünk, a nyertes pályázatokat sikerült időben megvalósítani, fogalmazott Szabó Tamás, a település első embere. A főbb beruházások közé tartozik a 2020-as nagy esőzésben károsodott hidak helyreállítása, valamint megújult az általános iskola és a torna teremtető szerkezete. A temetőben is sikerült a járdát megújítani, valamint egy parkolót is kiépítettek a ravatalozó mellé. Mindezek mellett 74 millió forintot nyert a község a csapadékvízelvezetés korszerűsítésére. Összességében, ha ezt így a pályázati oldalról összefoglalnám, azt mondom, hogy nem panaszkodhat Galambok. És emellett, attól függetlenül, hogy nagyon úgy nézett ki még az évelején a költségvetésünk, hogy nagyon kevés pénzből tudunk gazdálkodni, sikerült azért átcsoportosításokkal, illetve mégis megtakarításokkal azért önerőből, nem nagy beruházások, ezek ilyen néhány százezer forint, maximum félmilliós összegű beruházások, de folyamatosan mindig valamit igyekszünk elkészíteni, befoltozni. A rendezvényeket is érintette a járványhelyzet, de nyáron és ősszel sikerült a közösségi programok javát megvalósítani a galamboki piactéren. Tudtunk családi napot tartani, meg tudtuk tartani a májusvaki táncolóbált, egy nagyon szép kis felvonulást, születi felvonulást tudtunk megszervezni, ezt a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen, ők pedig akkor egy roma kulturális délután tartottak a településen, és ővelük összehangolva volt ez a program megvalósítva, illetve hát a legnagyobb eseménye a településnek minden évben, amikor lehetőség van a megrendelésére, az a gesztenyés nap, ami egy nagyon szép egésznapos program volt. Hát nagyon örülünk, hogy azt sikerült megrendezni. Szabó Tamás polgármester hozzátette, az idősek napját a járványhelyzet miatt nem tartották meg, de a lehetőségekhez mérten 2022-ben szeretnék bepótolni. A közeljövő egyik fő célja pedig az óvoda energetikai korszerűsítése, valamint a kommunális eszközpark bővítése. Változnak az érettségi vizsgakövetelmények. 2023-tól egyebek mellett magyarból a szövegértési feladatsorban a nyelvtani ismeretek is helyet kapnak. Történelemből pedig nagyobb hangsúly lesz a hazai eseményeken. A módosítások fő célja az, hogy jobban előtérbe kerüljön az egyéni kreativitás és az aktív probléma megoldás. A jelenlegi 9. és 10-esekre vonatkozik az új követelmény, ami már nem újdonság az iskolákban. A leendő érettségi vizsga tartalma változik, mindez leginkább az írásbeli számon kérést érinti. A tartalom ismert. A gondot esetleg az jelenti, hogy változik maga az érettségi vizsga is, különösen a kötelező tárgyak esetében, hiszen nálunk a szakképzésben a 4 kötelező tárgy mellett kötelezően választott az ágazatnak megfelelő szakmai vizsgatárgy, úgyhogy nálunk az összes többi választható vizsgatárgy már 6. tárgyként vagy 7.-8. tárgyként kerül esetleg be az érettségi bizonyítványba, mert az 5. az bizony kötelező a gyerekeknek. A magyar nyelv és irodalom vizsga változása leginkább a reál beállítottságú diákoknak okozhat nehézséget.
közösséget. Pétervárinék Kis Sarolta szerint. Még egy gyakorlati szöveg megalkotása az általában arról szól, hogy megtanulták, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, milyen részei vannak, és gyakorolták, többször elkészítették. Itt egy széles tudásanyagból választanak majd valamit az írásbeli érettségire, és hát bizony, vagy sikerült eltalálni, vagy nem sikerült eltalálni. Ez különösen nálunk a műszaki pályáknál okoz gondot, hiszen a műszaki érdeklődésű diákok, hát általában, és nem mindenkire igaz, azért a magyar és a történelem érettségére sokkal inkább gyakorlatiasan készülnek, tehát lehetőleg azt, amit nagyon muszáj. A történelem vizsgánál a tantervhez igazodva arányosan növekszik a magyar vonatkozás, és korszakonként egyesítik a hazai és az egyetemes történelmet. A matematikában visszatér a bizonyítás, de trigonometrikus egyenletet nem kell megoldaniuk majd az érettségizőknek. Madáretetőt készítettek a helyi és környékbeli gyermekek szüleikkel közösen Murarátkán. A program egy nyertes pályázatnak köszönhetően valósult meg. A kezdeményezés célja a fiatalok környezettudatosságra való nevelése volt. Már délelőtt javában folyt a barkácsolás a murarátkai művelődési házban. A nap végén mindenki egy-egy madáretetővel térhetett haza, amivel segíthetnek átviszelni a telet az égi vándoroknak. Ehhez az alapanyagokat ebben a projektnek a keretében tudtuk megvásárolni, amit hál' Istennek a településünk alpolgármestere, aki asztalos, ő vágta készre ezeket az anyagokat, és itt a gyerekek a felnőttek segítségével szerelik össze ezeket a madáretetőket, amit majd a program végeztével a gyerekeknek át fogunk adni, ahonnan több gyerek van, akár kettő madáretetőt is elvihetnek, fognak kapni hozzá magokat, és azt fogjuk kérni, hogy ne csak a téli időszakban gondoskodjanak ezekről a kismadarakról, hanem az egész éves időszakban. A faluban a pandémiától függően terveznek még hasonló megmozdulásokat, ahol a családok együtt tölthetik az idejüket. A környezettudatos programok mellett fejlesztéseket is szeretnének megvalósítani. Gyergyák Zoltán kiemelte, nehéz évet zártak, de terveiket itt sem adják fel. A bevételeink szinte minimálisak voltak, így bizonyos dolgokat nem tudtunk, de ennek ellenére mégis úgy gondolom, hogy sok mindent el tudtunk készíteni, nagyon sok projektre meg tudtuk mozgatni a település lakóit. Az idejében már a második önkéntes faluszépítő napot tartottuk meg, ahol több mint 30 résztvevő volt, és itt is nem csak murarátkiak voltak, hanem Murarátkáról elszármazottak letenyélők, akik azért kötődnek, eljöttek. Illetve amire nagyon büszke vagyok, hogy teljesen magánszemély vállalkozási támogatásokból a temetőben egy haranglábat tudtunk felállítani. Mint megtudtuk, egy pályázatnak köszönhetően idén megújulhat a játszótér és a buszmegálló a dél-zalai településen. A polgármester azt is elmondta, nagy szükségük lenne egy helyi élelmiszerboltra, de egyelőre szennyvízelvezetés és gáz sincs még a községben. Megszerezte szezonbeli negyedik győzelmét a vadmacskák. Zsámár Krisztián együttese vasárnap délután az Atomerőmű KSC második számú együttesét fogadta. Az NB1 piros csoportjában szereplő kosaras lányok Zsámár Panna és Jurko Noémi remeklésének köszönhetően 78-69-re múlták felül a szekszárdi csapatot. A Tolna megyeiek négy legtehetségesebb fiatal játékosát a szintén vasárnap játszó első számú együtteshez vezényelték, így esélyesként lépett parketre a vadmacskák a cserháti csarnokban. Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, és a második etapban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd 4 pontos hazai előnynél vonultak szünetre. A harmadik negyedben támadásban jelentősen javult a hazaiak játéka, és állandósult a 10-12 pontos kanizsai előny. Az utolsó periódusban még az is belefért, hogy Jurko Noémit és Zsámár Pannát is pihentette a kanizsai szakvezetés. Azt gondolom, hogy az akarattal nem volt probléma, a játékunkon pedig fogunk tudni még változtatni, mert kell is változtatni, de én úgy gondolom, hogy egy első mérkőzésen, hála Istennek, egy olyan ellenfél volt, aki ellen azért volt lehetőségünk. Helyenként azért dadogott a játékunk, de azt gondolom, hogy a legfontosabb a győzelem volt, és az meglett. A kanizsai csapatban egyaránt 25-25 pontig jutott Zsámár Panna és Jurko Noémi. Utóbbi játékos ráadásul 19 lepattanót is gyűjtött. Ugyanakkor teljesítményével így sem volt maradéktalanul elégedett. Vannak olyan helyzetek, amiket alapvetően be kéne dobnom, illetve jól kéne megoldanom. Ezen még van mit javítani, de úgy gondolom, hogy ez az idő során azért javulni fog,
és én is még pontosabban fogok tudni a csapat javára játszani. A következő fordulóban a dél-zalai lányok a szintén 4 győzelemmel álló MAFC-hoz látogatnak. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Autók a kukák között, a lakosok szerint évek óta visszatérő probléma, hogy a Királyi Pál utca kimarad a hóeltakarításból. Vendéglátás 2021. Az év végét pozitívan értékelték az étteremvezetők, de a forgalom így is jelentősen elmarad a Covid előtti időszaktól. Aréna. Forgalomszervezési hibák tapasztalhatók a létesítménynél a szakember szerint. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 10-én hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket a YouTube-on, a Facebookon és az Instán is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!